Viszonylag későn került a tánc az életembe. Először úszóként tevékenykedtem, és hát általános iskola 5. osztályában került az életembe a néptánc, amikor is ezen mindenki nevetni szokott. Szerelmes lettem egy kisfiúba, és ő táncos volt, és ő mondta, hogy akkor csatlakozzak az együtteshez. Ez az akkori Veszprémi Szilágyi iskolának a tánc csoportja volt. Itt kezdtem el a pályafutásomat, rengeteget jártunk versenyekre már kiskoromban is, majd gimnáziumban felkerültem a felnőtt együtteshez, a Veszprém Tánc Együtteshez, ahol akkor Molnár Gábor és a felesége Molnárné Hortobágyi Brigitta voltak a tanáraim. Gábor egyébként a mostani Nemzeti Táncszínháznak volt annó a szólistája. Ezek után hát orvosi pályára készültem igazából, de aztán rájöttem, hogy a tánc az sokkal közelebb áll a szívemhez, úgyhogy felköltöztem Budapestre, és felvételiztem a Fóti Népművészeti Szakiskolába, ahova 2 évet jártam, és ezek után mentem a Táncművészeti Főiskolára. A Fóti iskolával egy időben már kerestem Budapesten is egy táncegyüttest. Az akkori tanárom, Hortobágyi Ivett ajánlotta az Angyalföldi Vadrózsa táncegyüttest, úgyhogy hozzájuk kerültem, ahol Ivett és Fundák Kristóf kezdett el tanítani. Ekkor ismerkedtem meg József Tamással, a mostani kollégámmal. Vele hát egy 6 éve kezdtünk el dolgozni közösen. A táncos pályafutásomat folytattam ugyanúgy az Angyalföldi Vadrózsa táncegyüttesben, mellette pedig elkezdtem tanítani a Rákospalotai Szilas néptáncegyüttesben, ahol pici, a legkisebb csoportot kezdtem el először tanítani, utána pedig az ifjúsági csoporthoz kerültem, és végül 2 éve Józsa Tomival megkaptuk az egész együttest, mi lettünk a művészeti vezetők és a felnőtt együttesnek a tánckar vezetői. Most egy nagyon durva kérdést teszek fel. Ha azt mondanák, hogy holnap reggeltől számítógépekkel kellene foglalkoznia és ellene tiltva a tánctól, akkor mit csinálnak? Belehalnék. Ez biztos, hogy belehalnék. Egy 2 éve talán volt az, hogy nem tudtam annyit színpadon lenni a sok munka miatt, hirtelen nagyon sok megkeresésünk lett, és sokat utaztunk külföldre is, a külföldi diaszpóráknak is tanítottunk táncot, Amerikától elkezdve tényleg Svájcig. A Vajdaságban is sokat jártunk, itthon is egyre több lett a munka, és ez azt jelentette, hogy akkor tényleg sokkal kevesebbet tudtam színpadon lenni, és már az is teljesen lelombozott, hogy tényleg nem tudok olyan aktívan részt venni a próbákon, úgyhogy úgy döntöttem később, hogy akkor a munkából is egy kicsit kevesebbet, csak hadd táncoljak még tovább színpadon is, és akkor emellett is hadd tanítsak még tovább. A gyerekeknek mit mond, hogy mire figyeljenek a legjobban? Tehát milyen tanácsokkal látja el a gyerekeket? Mármint a táncban? A táncos gyerekeket. Táncos gyerekeket. Figyeljenek az egyensúlyra. Tehát arra, hogy megmaradjon a tánc az életükben, emellett figyeljenek a közösségi dolgokra is, figyeljenek a tanulásra is, szeressék a táncot, élvezzék.